Kedves hallgatók, Próbababa című műsorunk következik, a mikrofonnál Nagy Lilla. A stúdióban vendégem volt a Fulbári névre keresztelt zenekar minden egyes tagja, hogy bemutassák formációjukat. Az interjút a zenekar tagjainak bemutatkozásával indítottuk. Én Medve Melinda vagyok, én vagyok a zenekarnak az énekesnője, illetve a zenekar vezetője. Hát én a zenekar megalapulása óta tagja vagyok a zenekarnak. 2013. január 19-ére datáljuk a zenekar megalakulását. Hát a stílusunk pop-rock formáció körülbelül, amit így apostrofálni tudnék, de úgy igazából nem egészen tudnám meghatározni a zenekarnak a zenei stílusát, de ha muszáj lenne, akkor inkább ezt mondanám. Hát azóta elég sok változáson mentünk keresztül, picit stílusba is, meg tagok szempontjából is egy elég lényeges változás történt a kezdetek óta. Mégpedig? Rajtam kívül majdnem mindenki. Azóta, aztán kezdeti lépésekhez képest rajtam kívül mindenki, minden tag változott. Jó, én Csányi Ákos vagyok, én vagyok a basszusgitáros a zenekarba. Ugye én is a kezdetektől vagyok. Körülbelül ilyen félúton szálltam be én is Medve Melinda által. Aztán azóta, hál' Istennek, együtt parancsoljatok, átadom nektek a lehetőséget. Én Talus Dániel vagyok, én vagyok a szólógitáros a zenekarnak. Én csatlakoztam Melinda után harmadik tagként, mármint új hús, körülbelül másfél éve. Valami olyasmi, igen, de pontosan én sem tudom, mert mindig össze-vissza vagyunk, úgyhogy onnan nem tartottam számon, hogy ki jött, ment, meg mi csinált. És hát szerintem igazából akkor kezdett el megváltozni a zenekar. Egy kicsit összeszedettebb lett meg. Hát az általad behozott új stílus és új saját szerzemények hatására változott egy kicsit a zenekarnak a stílusa is, én gondolom, hogy ez hozzád kötődik. Legjobban, igen. Én pedig Nagy Robi vagyok, én augusztus óta vagyok a zenekar tagja, a gitáros poszton. Azelőtt volt több másik zenekarom, de most ez a, ami a legjobban fut igazából, és ezt csináljuk tényleg a legjobban. Igazából még nem történt túl sok minden közös dolog, amiben azon kívül, hogy felvettük a két számot a ősszel a stúdióban. És idén a Kocsonya Farsangon is. Hát majdnem mindenki a Kocsonya Farsangon debutált nálunk egyébként, mert mikor Csoti csatlakozott, akkor pont egy Kocsonya Farsang előtt álltunk, és akkor az volt az első közös fellépése velünk. Hát Dani is körülbelül abban az időszakban csatlakozott, aztán ő is megélt velünk egy Kocsonya Farsangot, most pedig idén is volt szerencsénk már ötödik alkalommal részt venni ezen a gasztronómiai fesztiválon, és most ugyebár pedig volt az, aki megélhette velünk ezt az élményt, mondom, én nekem volt szerencsém mind az ötön részt venni, úgyhogy számunkra ez nagyon nagy dolog, hogy egy viszonylag ismeretlenségből azon az ominózus első nagy koncertünk is, még friss zenekarként is tulajdonképpen nekünk a Kocsonya Farsang volt, és ennek nagyon örülünk, hogy ez így van, és ötödik éve ott lehetünk ezen a nagy rendezvényen. Melinda, ezt tőled kérdezem, miért alapítottad a zenekart? Igazából nem hozzám kötődik. Meg kell itt most említenem Kárpáti Attila nevét, aki az alapító tagok között volt, de most már nem játszik a zenekarban. Neki nagyon nagy hálával tartozom, és én őt emberként is nagyon-nagyon szeretem, mondtam, hogy olyan, mintha egy kicsit az apukám is lenne. Ők annak idején alapítottak egy zenekart, és úgy gondolták, hogy kellene valami friss, üde színfolt a zenekar életében, és ők úgy döntöttek, hogy jó, akkor legyen énekes nője a zenekarnak. Én abban az időszakban részt vettem egy miskolci tehetségkutató versenyen, és ők az interneten keresztül találtak meg engem, felkértek, és én azonnal csatlakoztam a zenekarhoz, és aztán tartottam tulajdonképpen a mai napig életbe ezt a történetet. Természetesen önös érdekem is fűződik hozzá, hogy énekelhessek egy rockzenekarba. Soha nem gondoltam volna, hogy ez valaha így lesz. Én nekem 16 éves koromban volt egy ilyen mindenféle szedett-vedett kis punkzenekarom, és akkor én nem gondoltam, hogy valaha életemben nekem még lesz egy ilyen lehetőségem. Igazából így indult ez az egész. Hogyan választottátok a neveteket? A név is hozzám kötődik, igen, mint Dili Bogyó, hát nekem édesapám pici babaként a Bogyó becenevet adta, és hát nagy mókamester voltam már akkor is, meg mindig őrültségeket és ökörségeket csináltunk, és apám rendszeresen mondta nekem azt mindig, hogy Dili Bogyó. A család többi tag is előszeretettel nevez engem így, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát de azért nem magyar nevet adjunk a zenekarnak, és akkor így született a Fulbari. Pedig magyarul is jól hangzik. Magyarul is jól hangzik, de nem tudom, nekem valahogy így. Így azért sokkal több mindent lehet hozzá, és köré. Így szerintem komolyabban lehet. Igen. És van valamilyen zenei előképzettségetek, vagy csak úgy belevágtatok? Akkor kezdem, nekem nincs semmilyen zenei előképzettségem, tehát én teljesen autodidakta módon
Nekem egy év gitártanár volt, ilyen flamenco, de mindig is a rockzenéhez kötődtem igazán, úgyhogy elég hamar letettem az akusztikus gitárt, és akkor próbálgattam mindenféle elektromos gitáron otthon ezeket a metal témákat, meg rock témákat gyakorolgatni. Aztán hát így magamat képeztem tulajdonképpen. Én meg 14 éves koromban kezdtem el gitártanárhoz járni, magántanárhoz. Azóta azt hiszem, hogy 3 évig vagy 4 évig jártam hozzá rendszeresen. Azóta meg a zenekarok által gyakorlok, meg fejlődök. Hát én meg elég régen kezdtem, mert hogy én alapfokú művészeti általános iskolába jártam, és majdnem 6 éven keresztül szolfés, volt tánc is. Kipróbáltam magamat a dobok mögött, de az nem jött össze, mert elvileg hangos, de hát a gitár az hangosabb. Aztán a középiskolát elkezdtem, akkor 1,5 év kimaradt, majd én is azt hiszem, hogy 15 éves, majdnem 16 éves koromban kezdtem el magántanárhoz járni. Akkor 2-2,5 évet jártam magántanárhoz, és onnantól kezdve autodidakta módon meg, szintén ahogy Robi, a zenekarban való tapasztalatgyűjtés, és így fejlődök. Csak a legjobbak! A nap 24 órájában! Ez a Rádiótok! Az igazi slágerek nálatok szólnak! Szeretünk titeket, mert itt vannak a legjobb zenék! Rádiótok, ami rádiónk! És ez a jelenlegi felállás hogy tevődött össze? Mert ezt értem, hogy egyre később csatlakoztak tagok össze-vissza, de hogy miért pont titeket választottak? Vagy ismerettség által feleztétek egymást? Ismerettség által főleg. Meg hát mi is azt figyeljük folyton, hogy mi a legjobb a zenekarnak, és hogy tudunk fejlődni. Tehát tulajdonképpen ezért is történtek tagcserék is, mert nem személyes jellegű okokból kellett megválnunk egy-egy tagtól, vagy volt, aki kiszállt magától. Igazániból mindig arra törekszünk, hogy tudjunk fejlődni, és hát ez nem szükséges hozzá. Aztán így mindig így ismerősök által találtunk egymásra tulajdonképpen. Emlékszem, hogy volt egy koncerten volt zenekarommal, és jó barátomnak a barátnőjével jött el Melinda, Dórival, és akkor ugye 2 felvonásos volt a koncert, és ők szünetbe jött oda Melinda, hogy na majd akkor beszélünk kéne egy-két dologról, és akkor invitálta el próbára, meg mondta, hogy kéne gitáros, stb. És egyébként csodálkozok, hogy benne vagyok a zenekarban, az első 5 próbára úgy mentem el, hogy vagy teljesen más napos voltam, vagy még az napos, és azt mondom, az első próbára úgy mentem el, hogy csak egy gitárt vittem magam, és semmi alap nem volt, és semmit nem tudtam csinálni. Sokáig is. Ezt meg sem próbálom betagadni. Igen, mert Ákos az én szegről-végről baráti körömből került, de én egyébként igen. a mai nap, én nem tudnám most megmondani, hogy te hogy is hát úgy kerültél, be, vagy jöttél a képbe. Hozzátartozik, hogy Melindával azért mi ismerjük egymást, tehát zenekaron kívül, tehát nekünk egy ilyen közös baráti társaságunk van, igen. Így van, és ezáltal ismerjük egymást. Aztán én meg is lepődtem, mikor én megtudtam rólad, hogy neked zenekar van, meg énekelsz, és akkor egyszer talán beszélgettünk erről, úgy mélyebben, akkor mondtad, hogy vannak problémák ugye a zenekarban, és hogy esetleg én tudok-e neked segíteni gitáros fronton. Én akkor rögtön felajánlottam magamat, ugye a basszeros posztra. Ja, igen, mert csak segítséget kértem, hogy tudna esetleg, hogy ő is van saját zenekara, egy másik, és hogy esetleg valaki nem lenne, akit érdekelne. Az. Igen, és akkor úgy rögtön nem is egyeztünk meg ebbe tulajdonképpen. Igen, eltelt egy rövid idő, igen, és akkor utána olyan helyzetbe kerültünk, hogy azonnal kellett a segítség. És ő állt rendelkezésünkre, igen. És azóta is itt van, és ennek nagyon és örülünk. Tulajdonképpen hasonlóképpen vagyunk Robival, csak őt meg én hívtam, mikor új volt, hogy... Ritmusgitáros kell? Igen, igen. Igen. Mindenki ismert mindenkit. És akkor már elég régóta barátok vagyunk Robival, és ilyen nagyon király kis házi buli alkalmával közöltem vele, hogy na te leszel a ritmusgitáros. De még akkor volt 2 másik zenekarom, és akkor volt, hogy jó, meg kéne oldani, és akkor úgy augusztusra sikerült összehozni azt, hogy beleférjen az időben még ez is, aztán azóta már nincs másik 2, csak 1.
De igazából Melindáikat is úgy ismertük, vagy én azelőtt, hogy ugye, hogyha játszol miskolcani zenekarba, akkor időnként felrész valahol, akkor csak ismernek az emberek így legalább látásból. És igazából Csotit meg Melindát így ismertem én is, úgy mélyebben nem. Azóta, amikor Dani hívott a zenekarba, onnantól találkoztunk így jobban. És elmélyült a kapcsolat. Igen. Elmélyült. És amúgy hova valósiak vagytok? Én hát tőzsgyökeres miskolci vagyok. Én is. Én is. Hát én nem. Én Tiszalúci vagyok. De letagadom. Inkább Miskolc. Hol vagytok hallhatóak? Hát mire vagy kíváncsi? Itt minden kíváncsiak a YouTube-tól kezdve, Facebook, a koncertek YouTube-on, Facebookon vagyunk, tehát YouTube csatornánk van, a ősszel felvett két új stúdió felvételünk hallható is a YouTube-on, az Ennyi az egész és az Élet neked is jár című saját felvételeinkkel. Saját Facebook oldala is van a zenekarnak, vannak, ugyebár nekünk is személy szerint is Facebookos elérhetőségeink, illetve csináltunk a zenekarnak is egy lájkolós oldalt, ahol azért nagy számban néznek, csekkolnak és követnek minket, akik szeretnek. És ott is fent van a két saját szám, amit így van, onnan is elérhető a két felvétel. Vannak régebbi stúdió felvételénk, itt azt mi úgy határoztunk, hogy lekerültek. Tílusban egy. Igen, már azóta már azért lényegesen más vonalat képviselünk, és úgy gondolom, hogy természetesen valahol el kell kezdeni, azóta azért minőségében is nagyon sokat fejlődött a zenekar. Úgy gondoltuk, hogy azt megtartjuk magunknak, hogy majd nosztalgiából néha meghallgatjuk, hogy honnan is indultunk, de úgy döntöttünk, hogy most csak ez a két felvétel kerül fel, úgyhogy mindenki által látható és hallható legyen. A jövőben hol találkozhat veletek a közönség? Terveztek koncertet? Van leszervezve koncertünk, annyi problémában vagyunk, hogy jelen pillanatban a dobos gondokkal küzdünk. Bízunk benne, hogy rövidesen ez is megoldódik, azért ez egy nagyon kardinális kérdés egy zenekar életében, úgy gondolom, hogy a dobos is, mint minden más hangszer nagyon fontos és lényeges, hogy a dobos személyében, illetve minőségében is olyan legyen, akit a zenekar tud is alkalmazni, és szeretne is. Mi szeretnénk májusban fellépni, és bízunk benne, hogy addigra minden problémánk megoldódik, mindig adódik valami, amit meg kell oldani, természetesen emberekről beszélgetünk. Azért nem kis gondot jelent, de feltételezem, hogy más zenekar is ezzel küzd, hogy próbákat megoldani, fellépéseket leszervezni. És mikor kinek van a magánélet is. Meg hát dolgozni. Mindenkinek dolg, igen, saját. Nehéz. Mindenkinek van civil foglalkozása, főállásba, vagy éppen tanul főállásba, és azért emellett ezt nem egyszerű megszervezni, és hát persze nem is könnyű egy dobost pótolni. Most annyiból volt szerencsénk, hogy kaptunk egy nagyon tehetséges és nagyon kedves kölcsöndobost a Kocsonya Farsang, hogy fel tudjunk menni, úgyhogy azért mi nagyon hálásak vagyunk. Hát, hogy ezután mi lesz, az még kérdéses, hát igyekszünk. Ha valamelyik hallgatunk, szimpatizálna a zenekarral is. Akkor várjuk szeretettel a jelentkezését. Hogy jelentkezhetnek a Facebook oldalon? Facebook oldalon nyugodtan várjuk, bárki úgy gondolja, hogy szeretne közöttünk zenélni, és érez magában annyi lendületet és tehetséget, hogy közöttünk legyen, akkor várjuk szeretettel. Legyen szakálló. Szép. Nem akarok úgy nézni ki, mint Dani. Ne legyen családos, lehet így, rengeteg ideje legyen. Nem, elég csak, ha akkor van ideje, amikor... Amikor nekünk. Igen. A leglényegesebb tényleg, hogy komolyan gondolja a jelölt. Gondolom, hogy mind emberileg, mind szakmailag fontos az. Nekünk nem kell az, hogy valaki halálképzett dobos legyen. Nagyon sok éven keresztül dobolt velünk egy sajószentpéteri fiatalember, ő autodidakta módon dobolt, és úgy gondolom, hogy nagyon jó dobos. Szeretnénk őt pótolni, semmi kifogásom nincs ellene, hogyha nincsen róla 304 millió papírja, hogy ő mennyire király dobos, és akkor odajön, és egyébként egy 4-4-et nem tud leütni. Nincs ezzel probléma. Hát ha bárki érez magában kedv, lendületet, és tetszik neki, amit csinálunk, akkor jelentkezzen, mindenkit nagyon szívesen meghallgatunk. Csak a legjobbak! A nap 24 órájában! Ez a Rádió Top! Az igazi slágerek nálatok szólnak! Szeretünk titeket, mert itt vannak a legjobb zenék! Rádió Top, a mi rádiónk! 88.8! A Fulbári zenekar tagjai árulják el nekünk, hogy miben élnek, sőt, még a jövőbeni terveikről is beszélnek a kedves top hallgatóknak. Én például dohányiparban ténykedek.
Én rendőr vagyok. Hivatásos állományban már jó pár éve rendőrség kötelékében dolgozom. Én pedig tanulok a Miskolci Egyetemen. Én pedig grafikus vagyok egy egyetemi csapatnál, meg Maszekba. Úgy jött le, hogy te vagy a zenekarnak a parti arca. Igen, jó jött le. A hivatásos kretén. Közösen is szoktatok bulizni? Hát elég sokat, legalábbis mi ketten, igen. Igen, minden hétvégén szinte. Aztán így teljes zenekaros az ritkábban, de úgy is szoktunk. Ez egy fő pontja az életünknek. Közös összekötő pontja. Igen. Hát igen. Jó, természetesen a találkozásaink nagy részét a próbák merítik ki, illetve a fellépések. Hát a tehetjük azért természetesen ezen kívül is találkozunk és ápolgatjuk a baráti kapcsolatainkat. És mik a zenekarnak a jövőbeni tervei? Hát ez egy remek kérdés. Az igazság, hogyha fix dobosunk már meg lenne, akkor bővebben tudnék erről referálni, de per pillanat így, hogy ebben a helyzetben vagyunk. Vannak célok meg tervek, de igazából ez most tényleg egy ilyen olyan pont, amin most meg vagyunk rekedve. Eleve sok volt a tagcsere, meg a változás nemrég ugye a zenekar életébe is. Most még ez is akadályoz minket, tehát hogyha lesz a csapat, akkor azt gondolom, hogy azoknak a céloknak, meg terveknek a megvalósulása, vagy megvalósításán való melónk, az majd igazániból akkor fog kiteljesedni. Így van. Jó, hát természetesen szeretnénk további saját felvételeket felvenni stúdióba, ugyebár nehéz őket kidolgozni és dobos nélkül felvenni, meg megint nagyon nehéz, hogyha élőd szeretne az ember felvenni a felvételek alá. Szeretnénk klippet forgatni, szeretnénk egy kicsit elindulni Budapest irányába, azért ott egy kicsit könnyebb érvényesülni, meg úgy gondolom, egy kicsit nagyobb ismerettségre szert tenni, de addig ezek még mind csak tervek maradnak, amíg újra kerek nem lesz a zenekar. Ja, most az első hogy dobos legyen. Közben a háttérben folynak a munkák, mert írjuk a számokat, próbáljuk összerakni, hogy valami nem tetszik a másiknak, akkor azt kiegészíti a sajátjával. Folyamatosan formáljuk. Közben, hogyha van valaki, akkor azzal elveszük a kontaktot, hogy most akkor neki ez mégis hogy stimmel, gondolok itt most dobosra. Aztán, hogyha ez összejön, akkor tényleg ráfekszünk arra, hogy akkor irány Pest, és akkor feltörekedni. Annyit akartam hozzáfűzni, hogy az is azért egy jó fél évbe beletelik, hogy olyan annyira összeszokjunk egy új taggal, hogy bármikor, bárhol tudjunk menni vele. Simán el tudjuk képzelni azt, hogy ez egy megélhetési forrás is legyen akár a számunkra, de szerintem mindannyiunknak inkább az a fontos, hogy jól érezzük magunkat ebbe az egészbe, és hogy szeretjük ezt csinálni, és amilyen szintet el tudunk vele érni, a maximumot ki akarjuk hozni belőle. Mondjuk itt személy szerint ez nem nagy képviségből, de szerintem ebből a zenekarba elég nagy lehetőség van, a hatalmas potenciál, hogy nem azt mondom, hogy a médiában befutott, de legalább egy nagyobb ismerettséget, például egy Fish, vagy tudom én, Magnakumlan, mondjuk jó a Magnakumlan, de az benne van a médiában is, de egy olyan szintre szerintem el lehetne jutni vele. És ez jó lenne bekerülni még több rádióba, meg gyakrabban játszani koncerteken, de ezek fesztiválokon legyenek. A lényeg, hogy már bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy egy ismert zenekar legyünk, de nem feltétlenül kell nekünk az élvonalbeli zenekarok közé tartozni, tehát azért underground zenekarnak. Hát akár igen, de aki ismertebb, és szerintünk azért van olyan potenciál ebben a zenekarban, ami ebben hiszünk, meg ez lényeges, higgyünk benne, hogy ezt el is tudjuk érni. Sokat gondolkodtunk rajta, hogy milyen úton, módon kéne elindulni, és hogy egyáltalán mi mit szeretnénk, hogy ezt, tehát ezért is fontos az, hogy akkor merre indulunk el. Hát nagyjából megegyezik azért a véleményünk arról, hogy még ha van is, aki szeretné, hogy főállású zenészek legyünk, de úgy gondolom, hogy azért egy kicsivel nagyobb ismertség és reklám azért jól jönne nekünk, feltéve, hogy a közönségünk, a hallgatóságunk is érdemesnek tart rá minket. Azért mondtam azt, hogy nem feltétlenül megélhetési forrás, de a maximumot próbáljuk kihozni belőle, ami nekünk is jó, meg belefér. Milyen visszajelzéseket kaptok, akár Facebookon, YouTube-on, vagy a élő koncerteken? Természetesen vegyes, mint minden emberi vélemény, tehát egyértelmű, hogy nem tudsz olyan zenét csinálni, hogy mindenkinek tetszen, de úgy gondolom, hogy azért zömébe pozitívok a visszajelzések. Van egy törzsközönségünk, azért aki rendszeresen eljár a mi koncertjeinkre, fellépéseinkre, főleg, hogyha
Borsod megyén belül, főleg, hogyha Miskolcon jelenik meg a zenekar valahol. Hát erre azért nagyon büszkék vagyunk, nagyon hálásak is vagyunk ennek a kis törzsközönségnek, és rendszeresen meg is szoktuk köszönni, hogy megjelennek a koncertjeinken. Úgy gondolom, hogy az idei Kocsonya Farsangon, amit mi teljesítettünk, szerintem az eddigi legjobb volt a zenekar életében, és ezt mindannyian próbáltuk teljesen objektívan nézni, hogy ki mit nyújtott, és ugyebár ez is jött vissza. És az a legjobb az egészben, hogy többnyire mindenki azt mondta, hogy a saját számok a saját számok. Azért mi játszunk feldolgozásokat is, most még nem rendelkezünk annyi saját szerzeménnyel, hogy egy teljes koncertet kiadjon, de természetesen erre törekszünk, de abszolút ez jön vissza, hogy a saját számok nagyon tetszenek közönségnek, még akkor is, hogyha valaki úgy jön, hogy még soha nem hallott belőle egyet se. Most is azt tapasztaltuk, hogy egy maroknyi közönségből egy teljes térnyi lett, aki ott maradt végig a koncerten, és csak utána távozott. Hát ez számunkra úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy elismerés a közönség részéről, és köszönjük ezúton is. Most már kifagytam a kérdésekből, még azt meg kell kérdezem, hogy meg szoktam kérdezni, hogy mit üzennétek a rádió hallgatóinak? Hogy hallgassatok Fulbury! Igen, jó sokat, és rádió. Orvérzésig kell hallgatni a Fulbury. És látogassatok el a Facebook oldalunkra mindenképp, mert majd biztos fogjuk frissíteni. Meg szeresre lehet lájkolgatni. Igen. Megosztani a felvételeket, számokat. És jönni koncertre. Így van. Hát köszönöm szépen, nekem nagyon szimpatikus kis csapat vagytok. Látszik, hogy ezek tényleg összetartozom. Igyekszünk. A Fulbury zenekart is Nagy Lillát hallották. Köszönöm a zenekarnak, hogy debütáltak itt a Rádió Topon.